Köszöntöm a nézőket! Két hét múlva várható a koronavírus járvány miatti szigorítások eredménye. Megkezdték a tesztelést a szociális, az egészségügyi, az oktatási és nevelési intézményekben, és emellett intézkedések történtek a koronavírus járvány lelassítására. A köztérben ezekkel a témákkal várjuk Önöket, maradjanak velünk! Müller Cecília országos tisztifőorvos vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta, a koronavírusos betegek száma még mindig magas, és a halálozás aránya sem csökken. Az elhunytak átlag életkora az elmúlt héten 76 év volt. Azt is látjuk, hogy sajnos fiatalok is, és középkorúak is elhunynak a betegségben, illetve azok szövődményeiben, vagy azzal összefüggésben, ahol semmilyen alapbetegséget nem tudunk megállapítani, mindösszesen körülbelül az elhunytaknak a 7%-a. A többieknél mindig van valamilyen krónikus megbetegedés, súlyos betegség, egy vagy két olyan kísérő betegség, ami már a szervezetnek egyfajta legyengült állapotát tükrözi, és ehhez járul hozzá még a koronavírus fertőzés, ami nyilvánvalóan valamilyen mértékben befolyásolja azt, hogy nem tud megküzdeni a szervezet a fertőzéssel szemben. Ezek a számok tulajdonképpen arról szólnak, hogy az elmúlt héten nagyjából azonos számokat látunk, mind a fertőzöttek, mind az elhunytak tekintetében. De ezeket tulajdonképpen visszatekintve lehet majd valójában értékelni. Bizakodóak vagyunk, hogy nem növekednek jelentősen most a fertőzötti számok, de még túl korai lenne bármilyen következtetést levonni ebből. Hiszen tudjuk azt, hogy az intézkedések bevezetését követően körülbelül 2 hét múlva látjuk azoknak az eredményeit. Tudjuk, hogy 2 hét a fertőzésnek, a megbetegedésnek a lappangási ideje, tehát aki még a bevezetések, az intézkedések bevezetését megelőzően fertőződött, nála még jelentkezhetnek a betegség tünetei ezen időtartam alatt. Viszont hogyha nem adjuk át egymásnak a fertőzést, hiszen minden intézkedésnek az a célja, hogy a fertőzés továbbadását megakadályozzuk, akkor már mindenképpen láthatóvá kell, hogy váljék az intézkedéseknek a hatása. Minden intézkedésünk azt a célt szolgálja, hogy ne kelljen további szigorításokat bevezetni. Nagyon fontos, hogy tudjuk élni az életünket, tudjunk munkába járni, tudjunk dolgozni. Nagyon szeretnénk, hogyha ez így maradhatna, és nem kellene olyan drasztikus intézkedéseket bevezetni, amelyeket a környező országokban, némelyikben látunk. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint pénteken elindult a szociális intézményekben a tesztelés, hétfőtől pedig az oktatási, nevelési és az egészségügyi intézményekben szűrik ki a koronavírusos betegeket antigén alapú gyors tesztekkel. Áttekintjük azt, hogy a dolgozók milyen mértékben lehetnek érintettek a fertőzöttek között, tehát tünetmentesen esetleg hordozzák a vírust. Bizakodóak vagyunk, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy nagy fegyelmezettséggel teszik a munkájukat, nap mint nap nagy áldozatkészséget látunk, hiszen egyre nő a kórházban ápoltak száma is. Láthatjuk, hogy milyen nagy teher nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre. Én azt kérem mindenkitől, hogy a megfelelő magatartásával segítse elő a betegségek számának a csökkenését, a fertőződés továbbadásának a lehetőségét törjük meg, és lehetséges módon akkor el se kapjuk a betegséget. Látjuk azt, hogy aki megfertőződött, nagyon különbözőképpen reagál a szervezete a betegségre. Van, akinél valóban enyhén zajlik a betegség, ugyanakkor továbbadhatja másnak a betegséget, akinél nagyon súlyosan zajlik le, vagy
saját maga is úgy viszonyul, úgy alakul az immunválasza, hogy súlyosan zajlik a betegség. Egyikünk sem tudhatja, hogy ki az, aki kórházba kerül, netán lélegeztető gépre kerül, vagy pedig súlyos szövődményeket kell, hogy elszenvedjen. Ezért rendkívül fontos az, hogy megértsük, hogy mindnyájan esendőek vagyunk, mindnyájan fertőzöttek, és fertőző képesek lehetünk. Láthatjuk, hogy Magyarországon is teljesen szétterjedt mindenhol a vírus, tehát gyakorlatilag nincsen olyan település már. A mai adatok szerint ugyan 90%-ban érintettek a magyar települések, de hát látjuk azt, hogy 2-3 naponta egyre magasabb számokat kell, hogy bemondjak, tehát ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan a maradék 10% sem kivétel. Minden helyszínen, mindenhol az országban jelen van a vírus. Ennek megfelelően kell viselkednünk. Potenciálisan mindegyikünk fertőzhet, és mindegyikünk fertőződhet is egyaránt. Tehát eszerint kell viselnünk a maszkot, betartani a kijárási tilalmat, a távolságtartást, és minden olyan jogszabályt és ajánlást, amelyet korábban megfogalmaztunk. Nagyon szeretnénk, hogyha meg tudna állni ezen a szinten. Nagyon boldog lennék, hogyha be tudnék számolni már visszatekintve arról, hogy ez a szám már nem nagyon megy följebb, de egyelőre erre vonatkozóan még semmilyen kijelentést nem tudunk tenni. Láttuk azt már, hogy néhány napos megtorpanást követően hirtelen megugrott a betegek száma. Azért reménykedhetünk, hogy talán nem így lesz most, mert azok az intézkedések, amelyeket bevezettünk, azok az átadás, a továbbadás lehetőséget minimalizálják, és tulajdonképpen ezek azok, amire számítunk, hogy ezek hatékonyak, hatásosak, és meg is fogják hozni majd reményeink szerint az eredményeket. A szociális szférában a pénteki napon elkezdődtek a tesztelések, és hétfőtől az egészségügyi szférában a pedagógusokat, a bölcsődei dolgozókat, óvodai dolgozókat kezdik el szűrni. Természetesen, ahol gyakorlat van egy egészségügyi intézményben a szűrés elvégzésére, ott nem szükséges külön tím felállítása, hiszen az egészségügyi dolgozók saját maguk ezt helyben elvégzik, meg tudják szervezni. Ott a gyors tesztek kerülnek csak kiszállításra. Ezek úgynevezett antigén alapú gyors tesztek, tehát nagyon jó megközelítéssel ugyanolyan értékűek, hasonló értékűek, mint a PCR tesztek, tehát a vírusnak egy örökítő darabkáját mutatja ki a PCR teszt, az antigén tesztek pedig jellemzően egy vírus fehérjét, tehát magának a vírusnak a jelenlétét tudjuk kimutatni. Nagyon óvatosan kell ezeket értékelni, hiszen hogyha valaki átesett a betegségen a közelmúltban, mondjuk egy hete lett pozitív, vagy kettő, de még fellelhető nála az ő nyálkahártyáján a vírusnak ez a kis darabkája, akkor ő természetesen ebben a szituációban nem minősül újra fertőzöttnek, hanem még az előző fertőzősének egyfajta lecsengését detektáljuk. Ezért nagyon fontos az, hogyha valakit pozitívnak minősítenek antigén alapú gyors teszttel, akkor ő különüljön el, menjen haza, tehát ő nem maradhat továbbá munkában, és a házi orvosát értesítse. A házi orvos el fogja tudni dönteni, hiszen ő már tudni fogja, hogy átesett esetleg fertőzésen, és még azt detektálják, vagy pedig egy friss pozitivitásról van szó, és mindenképpen meg fogja tenni azokat a szükséges teendőket, amit ilyenkor meg kell tennie, azaz
értesítést kap a járványügyi hatóság is, és a környezete is természetesen járványügyi vizsgálat alá kerül. Az egésznek az a célja a tesztelésnek, hogyha pozitív személyt találunk úgy, hogy tünetmentes, de hordozza esetleg a vírust, akkor őt megfelelőképpen elkülönítsük, izoláljuk a környezetétől, vizsgáljuk meg az ő saját kis környezetét, magyarul ez a szoros kontaktoknak a feltárása, illetve a kontaktkutatás, és hogyha ezt a járványügyi hatóság elvégezte, akkor ők már nem fogják tovább terjeszteni a betegséget, tehát itt is lesz egy olyan gát, egy olyan fék, amitől reméljük azt, hogy a fertőződés továbbadásának így módon is gátat tudunk szabni. A tesztelésekhez az oktatási nevelési intézményekben szükség van segítségre, külső csoportok végzik a mintavételt. Az oktatási nevelési intézményben a szűréseket úgynevezett szűrő tímek fogják végezni, hiszen ők nem gyakorlottak és nem is várható el, hogy saját maguknak elvégezzék ezeket a szűrővizsgálatokat. A szűrő tím egy 4-tagú tím, tulajdonképpen egyetemisták vesznek részt benne, gyakorlott medikák, medikusok, akik ezt a mintavételt el tudják végezni, és hát meg gépkocsival meg tudják közelíteni a helyszínt, és természetesen ezeket adminisztrálni is kell, ez nagyon fontos, hiszen a hatóság számára is elérhetővé kell tenni az adatokat, és leletet is adunk természetesen a megszűrtnek. Ezeken a helyeken, hogyha pozitivitást találnak a kollégáink, akkor, mint említettem, mindenképpen elkülönítésre kerül a dolgozó. Azt, hogy az intézményben milyen intézkedésekre lesz szükség, ezt a járási hivatalnak a népegészségügyi szakemberei fogják konkrétan eldönteni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha egy óvodai csoportban történik egy ilyen pozitivitásnak a detektálása, akkor az valószínűleg a csoportot fogja érinteni, és tovább az egész intézményre nem terjed ki, vagy egy rendkívüli szünetnek az elrendelésére, csoport felfüggesztésére, de előfordul, hogy az intézmény bezárására is sor kerül, ezért kell a járványügyi vizsgálatot pontosan, alaposan lefolytatni, hogy fény derüljön arra, hogy gyakorlatilag ki érintett, ki volt érintett a pozitív személynek a környezetében, milyen széles körben kell meghozni az intézkedéseket. Tudjuk jól, hogy ha valaki tünetes, akkor azt megelőzően 48 órában már fertőzhet. Tünetmentesen a fertőzésnek a továbbadása az nagyon csekély, tehát nem jellemző. Előfordulhat, de nem jellemző. Mindig a konkrét helyen kell eldönteni a járványügyi szakembernek a szükséges intézkedéseknek a bevezetését. Mint ismeretes, megérkezett az orosz Sputnik V vakcina minta Magyarországra, de az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint mintegy 12 millió adagban foglalt a kormány védőoltásokat különböző gyártóktól. A vakcinák hatását és biztonságosságát vizsgálják. Nagyon alapos, szigorú feltételrendszere van annak, hogy egy vakcina a piacra kerüljön. Magyarországon ennek különösen is nagy figyelme van, hiszen az oltásbiztonság garantálja azt, hogy megtartsuk azt a rendkívüli nagy járványügyi előnyünket, ami az egész világgal, Európával szemben is van. Ne felejtsük el, hogy a gyermekeinket 12 féle betegség ellen kötelező védőoltási rendszer keretében immunizáljuk. Gondoljunk arra, hogy ezen túl is még választható védőoltások is rendelkezésre állnak, például ilyen a lányok, és az idei évtől már a fiúknak a HPV elleni védőoltása is, ami nem kötelező, de választható. Tehát egy nagyon nagyfokú oltásbiztonság működik Magyarországon, ez azt jelenti,
hogy bármilyen nem kívánatos esemény, mellékhatás, bármi észlel, akár az egészségügyi szolgáltató, az oltóorvos, akár a szülő, akárki gyakorlatilag nem kötött személyhez, hogy bejelentse, hogyha valamilyen szövődményt észlel, vagy úgy gondolja, hogy az oltakozást követően ez egy nem kívánatos esemény. Ez egy alapos kivizsgáláson megy át ez a folyamat ezt követően. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésügyi Intézet egyrészt, mint gyógyszerügyi hatóság vizsgálódik, ilyen ezért fontos, rendkívül fontos a pontos dokumentáció. Azt is tudjuk, hogy milyen gyártási tételből, tehát mi az oltóanyagnak a száma, amire nézve bejelentették ezt a nem kívánatos eseményt, és a járványügyi hatóság, az egészségügyi hatóság szintén elkezdi a vizsgálódást. Van egy minőség ellenőrzési osztálya a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, amely az oltóanyag kibocsátást megelőzően, követően, illetve igény szerint vizsgálja az oltóanyagokat is. Az új vakcináknál, ami most várható, ugye 170 féle helyen különböző fejlesztések vannak a WHO szerint, de úgy tűnik, hogy most körülbelül egy olyan 5 befutó lesz a közeljövőben, ami a koronavírus ellen védelmet fog nyújtani. Ezt először és mindenek előtt egy nagy dosszié, egy nagy dokumentáció kell, hogy rendelkezésére álljon a hatóságoknak. Ebben az összetételétől kezdve az összes laboratóriumi vizsgálat, az úgynevezett klinikai vizsgálatokat megelőző úgynevezett preklinikai vizsgálatok is rögzítésre kerülnek, hogy egészen érthető legyek, itt már a tisztított, előállított oltóanyaggal az állatoknak az oltása történik meg, vizsgálják azt, hogy milyen védelmet nyújt, tehát mennyi ellenanyag képződik a szervezetben, és tapasztalnak-e valamilyen szövődményt, valamilyen mellékhatást. Tehát két alapvető szó van, amit egy vakcinának feltétlenül biztosítania kell, két alapvető tulajdonság: a hatásosság, tehát amiért adjuk, hogy megelőzzük a betegséget, vagy a szövődményeit, és a biztonságosság, ez a másik. Tehát mind a kettőt garantálni kell ahhoz, hogy forgalomba kerülhessen egy vakcina. Tehát jelen pillanatban ennek a hatalmas dokumentációs anyagnak az átvizsgálása folyik, mert a klinikai fázist megelőző szakasz követően egyes, kettes és hármas klinikai fázist is prezentálni kell a gyártónak, abban, hogy hány emberen próbálták már ki a vakcinát, milyen ellenanyagtermelődést tapasztaltak, volt-e mellékhatás, és ezeknek a dokumentációknak az átvizsgálását követően történhet egyfajta laboratóriumi vizsgálat is, amiben az oltóanyagnak a tisztasági fokára is rá lehet vizsgálni, a különböző szennyezőanyagok vannak-e esetleg az oltóanyagban, de ez mind-mind benne kell, hogy szerepeljen már a dokumentációban. Azon túl, hogy a gyártó ezt a kezünkbe helyezi, még egy független úgynevezett hatósági laboratóriumnak is ugyanezt a vizsgálatsort el kell végeznie. Ő is megnézi, és általában a gyártó már úgy adja be a dokumentációt, hogy ezt is jellemzően mellékeli. Hogyha ez nincs meg, akkor erre még sort kell, hogy kerítsünk, mert ennek a kettőnek mindenképpen egybe kell csengeni. Tehát én azt gondolom, hogy csak olyan oltóanyagot szabad és fogunk prezentálni a lakosság felé, ami hatásos és biztonságos. Ugyanakkor
nagyon szeretnénk az elsők között lenni természetesen, akik ezt az oltóanyagot elérik. Így a magyar kormány már 12 millió oltóanyagot gyakorlatilag lekötött. Az, hogy ez a fejlesztés most sokkal gyorsabban megy, mint általában a vakcina fejlesztés, az úgy történik, hogy tulajdonképpen összepróbálják csúsztatni a fázisokat, tehát párhuzamosan mennek a vizsgálatok. Nem a vizsgálatoknak a minősége, mennyisége csökken, hanem így lehet gyorsítani a folyamaton, és hogyha az egyes fázisnak a vizsgálatai tökéletesen megfelelnek, akkor már a kettes fázisban tulajdonképpen nem akkor kezdődik csak el, hanem párhuzamosan elindítják, de nyilvánvalóan csak akkor lehet folytatni, ha közbe kiderül, hogy az egyes fázis az teljesen rendben van. Tehát ez az a folyamat, amit egy kicsit lehet gyorsítani, illetve az adminisztrációs, dokumentációs részt, de ami a biztonságosságot garantálja, annak megvan a maga ideje, megvannak az alapvető feltételei, jellemzői, azt nem lehet gyorsítani, és nem is szabad. Közeleg az influenza szezon, most különösen érdemes igénybe venni a védőoltást, továbbra is elérhető az ingyenes oltóanyag minden magyar számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Bár influenza járványról még nem beszélhetünk, a figyelő szolgálat jelentései alapján az elmúlt héten az országban 9700 fő fordult orvoshoz a vírusra jellemző tünetekkel. A koronavírus járvány miatt most érdemes különösen odafigyelni, hiszen a két megbetegedés tünetei nagyon hasonlóak. Aki influenzán be van oltva, az nem lesz influenzás. Tehát az orvosok számára és a betegek egymás közötti információ szempontjából is nagyon fontos, hogy a beoltott emberek nem lesznek influenzások. Különösen ajánlott az oltás azok részére, akiknél a fertőzés vagy az ahhoz társuló szövődmények nagy kockázatot jelentenek. Emellett mindent meg kell tennünk az immunrendszerünk erősítése érdekében. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A megfelelő vitaminellátottság, a megfelelő egyéni védekezés, a megfelelő időjárásnak megfelelő öltözködés, valamint a legfontosabb szinte szerintem most, hogyha betegek vagyunk, bármilyen más tünettel, akár megfázás, akár influenza, akár ez a nagyon nehezen kezelhető koronavírus esetén, mindenképpen maradjunk otthon, izoláljuk magunkat. Farka Zoltán azt tanácsolja, a legkisebb náthával se kockáztassuk meg, hogy közösségbe megyünk, hiszen nem tudhatjuk, melyik vírus van éppen jelen a szervezetünkben. Különösképpen figyelnünk kell a járványidőszakban az idősekre, védelmük érdekében a kormány újabb döntéseket hozott a héten. Ez egy kormányrendelet, amelyet az idősügyi tanács mai ülését követően adtunk ki. Azt a célt szolgálja, hogy az idősek hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között védett sávban vásárolhatnak, vagyis ebben az időszakban csak ők lehetnek a boltban, hétvégén, szombat és vasárnap pedig 8 és 10 óra között érvényes ugyanez. A pontosság kedvéért az idősek bármikor vásárolhatnak, de van egy védett idősáv 9 és 11 óra között, illetve 8 és 10 óra között, amikor csak ők tartózkodhatnak a boltokban. Világosan látszik a járvány statisztikáiból, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály továbbra is a szüleink és nagyszüleink korosztálya. Őket kell elsősorban védenünk, ez a rendelkezés őket védi. Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk egymásra. Utána jártunk, hogyan tartják be az idősávos korlátozást a kereskedelemben, mik az eddigi tapasztalatok. Míg a járvány első hullámában 3 órát jelöltek ki, amikor csak a 65 év felettiek vásárolhattak az üzletekben, most erre 2 órájuk van, ekkor rajtuk kívül más nem tartózkodhat a boltokban. Ezen szabályok betartása a kereskedelemben dolgozók feladata, ami nem mindig egyszerű. A tavasszal minden szabályozott kicsit nehezebb volt betartani, mert nagyon új volt mindenki számára, nagyon hirtelen jöttek ezek a szabályok. Ezek a szabályok most is villámgyorsan érkeznek, ugye ezt miniszterelnök úr tegnap hirdette ki, és ma reggeltől pedig már hatályos, de úgy gondolom, hogy kialakult egy olyan praktika, egy olyan gyakorlat a kereskedelemben, hogy azonnal kell tudnunk reagálni ezekre a változásokra, és nem csak azért, mert ennek a be nem tartása szankciókkal jár, hanem azért is, mert tudjuk és tiszteletben tartjuk, hogy ez most minden magyar állampolgár érdeke. Ám hiába szokhattak már hozzá a vásárlók a korlátozásokhoz, az egyik székesfehérvári üzlet tulajdonosa arról számolt be, hogy pont emiatt a hirtelen meghozott szabályozás miatt
Az első napokban többen nem is értesültek az idősávról. A fiatalok még ugye először az első napokban nem is nagyon tudták, hogy életbe lépett az adósáv, de hát a törvény az törvény akkor is, hogyha nem tudunk róla. Az idősek viszont egyáltalán nem használják ki ezt az idősávot, tehát ők jönnek a másik időszakokban is, pedig pont az ő védelmükben lenne ez a szolgáltatás. És az, hogy mi kaptuk meg feladatnak, hogy az üzletnek kell betartani, ugye nem vagyunk hatóság, ugye az utasítás, hogy rendőrt kell hívni, természetesen ezt megtesszük, mert ez a törvény előírás. Csapó Tibor tapasztalatai alapján elmondta azt is, hogy a vásárlási idősáv miatt napközben jelentősen lecsökkent a vásárlók száma. A korlátozás alá eső időszakban szinte senki sincs a boltban, inkább az esti órákra időzítik a bevásárlást. Kedves nézőink, a köztérben a koronavírus járvány miatti intézkedésekkel foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!